Sziasztok srácok, itt ismét Damien, akkor jöjjön egy újabb kártyabontás, Youtube közösségi fülön megszavaztátok a sorrendet, ugye a négy kártyából, és ez a Heka nyert, tehát ő volt a Heka az első helyezett, ő nyert, ki is bontjuk akkor gyorsba, ami annyit fog jelenteni, hogy gyorsan leszedem a fóliát, hogy meg tudjuk nézni magát a kártyát, jaj de kis... Üh. Ó, ez nagyon, nagyon rajta van, ezt lehet, hogy. de le tudom szedni. Ja. Oké. Okay. Na, lássuk akkor a kártyát. Egyiptomi style, tehát egyiptomi, nem tudom, mit jelenthet ez a heka, majd ti megmondjátok, de valami egyiptomi stílus. Ö, ö, Rautal ez az egész, hekka plénkár, aha, itt van ez az életkereszt, vagy hogy nevezik ezt? Életkereszt, igen, életkereszt. Ez is ilyen egyiptomi szimbólumok. És akkor itt van, na, hát ezt fordítsátok le. Il trucco servsoltano ad illudere lo spettatore Cella la magia non esista. Micsoda kiejtés, mi, biztos jól mondtam. És akkor itt van maga az alja. Na, bontsuk, nincsen lezáró matrica. Ez egyébként egy népszerű set volt, ugye ez egy négyes kollektor set volt, nagyon-nagyon jó áron. Írjátok meg kommentbe, mert lehetséges, hogyha valakit még érdekel ez a set, lehet, hogy tudok belőle szerezni. Ezt írjátok meg mindenféleképpen kommentben. Na, a dobozt láttuk, félre rakjuk, nézzük a kártyát. Tehát a hátoldalon ez a minta, ugyanaz a minta, mint a... Én egyébként tök jó ez a fekete-fehér dizájn, tehát nekem, nekem bejön, klasszikus bicycle minőség, tehát jó, ez azt jelenti, hogy, hogy jó, jó, minőségű, de lássuk akkor a lapokat, egyébként nagyon-nagyon kellemes pörgetni. Na, Jokernek ez a szem, és van két azonos Jokerünk, ezt tudjátok, hogy szeretjük, mint ö, ö, bűvészek, hogy ilyen azonos jokerek vannak. A Picasso Na, tényleg ez az egyiptomi style, ez nagyon bejött. Vestkár. Vestkár. Ez nem egy papírusz volt? Vestkár. A Vestkár tekercs? Nem tudom. 2589-2566, és akkor itt mindenféle hieroglifák. Ö, látjátok, nem, tehát attól függetlenül, hogy egy olcsóbb szetről volt szó, egyedileg dizájnolt, tehát a dolog, tehát nézzétek meg, nagyon szép a pikk, pikkek, tehát ilyen különleges, meg a számok is egyedileg vannak dizájnolva, sőt, nézzétek, még a figuráslapok is kicsit egyiptomi sztályban nyomják. Tök jó, tartja, Anubiszt tartja, a Pigbubi, Kördámánk is Anubiszt tartja, vagy Kördámánk, Pékdámánk, Anubiszt tartja, és a királyunk, neki meg a kard végei. kis egyiptomiak. Tök jó. Na, és nézzétek meg a káróász, tehát az ászok is ilyen szép nagyok, Tetszetős. Hát itt ebben nincs sok extra, tehát ez nem. Aha, és akkor ez már szerintem, javítsatok ki, ha tévedek, de ő hórusz, neki hórusznak kell lennie, és kicsit változtattak a, a klasszik designon, tehát nem olyan vastagok a vonalak, hogyha észreveszitek, és jó, nagyok a jelölések. Szerintem ez hórusz. Na a trevbe, hát ez meg valami fáraós, Tref király, nézzétek, itt, itt jobban látjátok. Egy kicsit olyan fáró jellegű Tref De tök jó, mert így mindegyik más. Így néznek ki a treffek. Aranyosak ezek a kis lábak. Ilyen vékony lábakat kaptak. És akkor a trefffász, nézzétek, ez is szép nagy. Tetszik, hogy ilyen nagy. Na és akkor a kör király, ő pedig, ez, ez majom vagy kutya? Vagy mi ez? Márjátok. Hát, ö, szerintem majom, ez egy pávián. Egyiptomban a páviánok is szentek voltak, és szerintem ez az. Nevetnek, kérdezzetek. Na, és akkor ilyenek a körök, itt is szép nagyok a szívek, és akkor gondolom, az ász, aha, szép nagy. De jó, ez nagyon, nagyon tetszik, hogy ez a fekete-fehér dizájn hátul, plusz hogy ilyen szép nagyok az ászok, ez csúcs. Ó, ó, oda nézzetek, geflapok! Hmm már érdemes beszerezni. Nézzétek meg, tref 5, egy treff 5 és egy kör 7-es egybenyomata. Ezzel nagyon jó trükköket lehet csinálni, tök jó, tök jó. Itt pedig, ó, nézzétek, egy tref dáma, meg egy tref bubi együtt. Egyébként van egy QR kód, itt a Heka paklinak a fóliáján, a gondolom a trükkökhöz. Na, de ez tök jó. Tehát van izé, trükkös, trükkös, lap. Tök jó. Természetesen nagyon szépen lehet keverni, tehát hát a bicycle minőség, hát azt nem kell mondanom, megnézzünk vele egy fárót azért. Mondjuk ezeknél a fáróval mindig bajba szoktam lenni, Na, de ez, ez, ez úgy tökéletes, ahogy van tehát tökéletes fárót lehet vele csinálni, óriás legyezőt, mindent. Na, ezeket a trükkös lapokat, ezt lehet, hogy TikTokra fogom fölnyomni a trükköket, mert lehet, hogy, megnézem, hogy mi a trükk hozzá, amit adnak, és lehet, hogy abból csinálok majd TikTok videót, nem tudom, de YouTube shorts lehet, hogy ide is fel fog kerülni. Na, de ez egy, ez egy nagyon szép, még azokat az ászokat megkeressem, csak hogy így lássuk, hogy Egyben milyen szépek, mert egyébként látjátok, tehát ez annyira jó, hogy ilyen nagyok. Tehát ezt nagyon-nagyon szeretem, hogyha ilyen nagyok az ászok, mert jól látják a nézők, tehát ez, ez tök jó. Na srácok, ez volt a Heka lap, vagy pakli, Heka pakli by GBM, GBM. Öh, Innen fogjuk folytatni. Tudom is, hogy ki volt a következő delikvens, a második helyezettünk. Vele fogjuk majd folytatni. Hát, hogyha azóta megváltozott a sorrend, akkor elnézést kérek, de én, mikor készítem a videókat, akkor még azt a sorrendet látom. Mindegy. A lényeg az, hogy Like, hogyha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, sem nézzétek meg az új tagsági rendszerben lévő dolgokat, mert az is van, é, mármint YouTube tagság, tehát ott is voltak újdonságok, és találkozunk a következő bontós videóban, addig is legyetek jók, szevasztok!